Január 1-től átalakul a köznevelés rendszere. Központi vezetés valósul majd meg a szeptemberben létrejött Klebersberg intézmény fenntartó központ irányításával. Akik 198 tankerülettel tartja majd a kapcsolatot, az úgynevezett tankerületek a fenntartói feladatokat látják majd el, és ők tartják a kapcsolatot az iskolákkal is. A tankerületek felelnek majd január 1-től a tantárgy felosztásért, valamint a helyettesítési rendszer és a csoportok felosztásáért is. Ez eddig az önkormányzatok vezényletével működött. A fehérvári járás tankerületi képviselője Sipos Imre, a Teleki Gimnázium jelenlegi igazgatója lett. Én megyeközpönti tankerületi igazgatóként a járás valamennyi általános és középfokú oktatási intézményért fogok felelni, a megye szakképzéséért, szakmai szolgáltatásáért és szakszolgálatáért fogok felelni. Azt gondolom, hogy ilyen értelemben járási szinten, illetve szakmai irányítás tekintetében bizonyos szakterületek esetében az egész megyét tekintve erre a feladatra óriási szükség lesz. A KIK elnöke szerint a nagy iskola rendszert működtető városoknál a mennyiség okoz majd nehézségeket. De ha sikerül mindenkivel együttműködni a következő egy hónapban, az átállás nem okoz majd gondot. Nyilván amit papíroznunk kell, hogy ki lesz a munkáltatója az iskola dolgozóinak, ki lesz a munkáltatója az igazgatónak, ebben lép be még az állam, ebbe lép be az állam, és ennek az adminisztrációs terhei várnak minden tankerületi igazgatóra. Alapvetően tehát az állam egy átlátható finanszírozási rendszert szeretne létrehozni, de az úgynevezett extra szolgáltatásokat az önkormányzatoknak kell állniuk. Ez esetben a finanszírozás megegyezés kérdése. Fehérvár polgármestere szerint a munka úgy fog tovább folyni, mint eddig, csak a tanárok máshonnan kapják majd a fizetésüket. A közös felelősségünk az, hogy ez a januári fenntartóváltás, ez a napi élet szintjén, az oktatás szintjén ne okozzon jelentős változást, és persze az is, hogy az országos átlag fölötti minőségi fehérvári oktatást azt fölfele tudjuk a következő években is varázsolni és segíteni. Cserpakovics András szerint többletterhet nem, inkább többlet lehetőséget kap ezzel a város. Az ingatlanok átadásával a rezsit nem a város fizeti. Az ingatlan üzemeltetési feladatok viszont maradnak a fehérvári önkormányzatnál, ez pedig minimális többletterhet jelent majd.